A Rájátszás stúdiójában Rétvári Bence, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára. Jó estét kívánok! Kezdjük, szép estét kívánok! Tudják-e, hogy miért nem döntött ma rólunk az Európai Bizottság? Az Európai Bizottságnak lehetősége lett volna akár ma, akár a későbbiekben dönteni. Ez az eljárás úgy folyik, hogy nem pusztán akkor találkozik a két fél a másik álláspontjával, amikor ezeket a válaszleveleket vagy indokolt véleményeket elküldjük egymásnak, hanem előtte is mindig már tárgyalások, egyeztetések folynak, mind szakértői szinten, mind vezetői szinten, mind politikai vezetői szinten. Tehát a két fél körülbelül tisztában van a másik álláspontjával. Ez nyilván azért folyik így, hogy minél inkább előmozdítsuk azt, hogy létrejön a konszenzus a két fél között, minél inkább lássuk, hogy a másiknak melyik érvelés volt elfogadható, melyik volt nem elfogadható, a mi tájékoztatásunk például melyik aggályait oszlatta el az Európai Bizottságnak. Tehát akkor itt nem közben történt valami, akár a tegnap este, akár a ma délelőtt folyamán, ugyanis Navracsis Tibor miniszter úr tegnap még optimistán nyilatkozott a döntéssel kapcsolatban. Továbbra is optimisták lehetünk, hiszen lehet, hogy tárgyalták is, csak nem hoztak róla döntést, ezt nem tudjuk teljesen pontosan, de azért is lehetünk optimisták, hiszen mi magunk is jóval a határidő előtt elküldtük ezeket a javaslatokat, és hát a kompromisszum készségünket igencsak mutatja, hogy mind egy igazságügyi csomag, mind az adatvédelemmel kapcsolatban egy törvénycsomag már bent van a parlamentnél, túl is vagyunk az általános vitán, túl is vagyunk a részletes vitán, tehát mi magunk elébe mentünk a végrehajtásának ezeknek a módosításoknak. És mire lesz ez elegendő például az Országos Bírósági Hivatal elnöke jogköreinek csökkentésére benyújtott módosító javaslat már elegendő lesz-e ahhoz, hogy az Európai Bizottság megszüntesse ellenünk az ebben a kérdésben indított eljárást? Az Európai Bizottság több tekintetben azt mondta, hogy az igazságügyi kérdés csomagjával kapcsolatban, amit nem kötelezettségszegési eljárásként indított, csupán egy tájékozódást kérő levél volt, a Velencei Bizottságra fog majd hagyatkozni az álláspontjának a kialakításával kapcsolatban. Márpedig a Velencei Bizottság ugye többek között, de legfőképpen azt kérte, hogy az Országos Bírói Hivatal vezetője ne legyen ilyen sok hatáskörrel felruházva. Mi nagyon sok tekintetben bírói kinevezésnél, vezetői kinevezésnél lényegében vétójogot adtunk a 15 bíróból álló országos bírói tanácsnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a kérésüket teljesítettük. Szintén az újraválasztás, vagy a meg nem választott vezető esetében, a hatáskör betöltése tekintetében szintén olyan döntéseket hoztunk, amelyik korábban a Velencei Bizottságnak az ajánlásaiban szerepel. Tehát a legfontosabb kérdésekben, ügyáthelyezésben, kinevezési jogkörben, vezető kiválasztásában, vagy a hivatal vezető ciklusának megújítása tekintetében elébe mentünk mindenfajta bizottsági levélnek, és mi magunk ezeket a módosításokat véghez visszük. Hogyha már itt a Velencei Bizottság ajánlásairól, meg kifogásairól beszélünk, akkor itt azért volt még egy dolog, ez pedig az OBH elnökének a mandátum kérdése. Ezzel kapcsolatban is módosítót nyújtott be Navracsics miniszter úr, ami azt fogalmazta meg, hogy ne legyen újra választható az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Mikor dönt erről az országgyűlés? A következő hetekben mind a módosítójavaslatokról, kedden, ugye mint húsvét miatt itt egy napot csúsznak a döntéshozatalok, és aztán pedig zárószavazás rá egy héttel, tehát 2-3 héten belül az egyik törvény egy héttel korábban, a másiknál később, ezek megtörténhetnek, de lényegében a támogatott sor, ami a kormányzat álláspontját jelenti, és ami a legfontosabb ebben a parlamenti döntéshozatali folyamatban, az már meg lesz idő előtt, tehát ezt már láthatja a minden brüsszeli döntéshozó, de hát ami is a kormány jegyzi ezeket a javaslatokat, úgyhogy láthatja, hogy ez a kormány álláspontja. És mi van a másik vitatott kérdéssel, ugye a bírák nyugdíjazásának kérdésével, mert hogy az átmeneti időre vonatkozó döntésben vagy kérdésben nem született módosítás. A legfrissebb információk alapján nyilván sokkal tájékozottabb ugye az Európai Bizottság részéről, mint mi. Elvárja-e még a bizottság, hogy ezen is változtasson a magyar kormány? Ugye ez egy élesebb helyzet, az előző, amiről beszéltünk, az egy puhább, az egy tájékoztatás kérés, itt viszont egy konkrét kötelezettségszegési eljárásról van szó, amely ugye a bíróságon is végződhet Luxemburgban. Itt a tárgyalások során arra jutottunk, hogy mindig elmondtuk, hogy Magyarországon ez egy átfogó nyugdíjrendszer változtatásnak a része. Mi lesz az, ami ugyanilyen kötelező nyugdíjba vonulási határidőt felmentési kötelezettséget ír elő köztisztviselőknek, közjegyzőknek, bíróknak, mindenkinek, aki a közszférában dolgozik, és valamiféle közhatalmat gyakorol. Ehhez képest elfogadtuk az Európai Bizottságnak azt a fajta javaslatát, indítatását, hogy legyen mentesítési lehetőség akkor, amikor az illető köztisztviselő, bíró, közjegyző is kéri, és az illető szerv is úgy gondolja, hogy ez hasznos lehet az ország és a közjó szempontjából, akkor egyedi mentesítéssel, mint 9 másik Európai Uniós országban, mi is biztosítsunk egy kis szerepet, vagy egy kis lehetőséget arra, hogy az adott bíró tovább dolgozhasson bíróként.
Erről ugye nézeteltéréseink voltak eddig is az Unióval, ennek a pontos mikéntjében, módjáról. Nem vagyunk biztosak abban, hogy a 9 másik országban elfogadta az Unió, akkor nálunk is el fogja fogadni, az előző hónapoknak a gyakorlata ezt bizonyítja, de ebben is mi magát, a főszabályt nem kívánjuk módosítani, minden más hivatásrend tekintetében ehhez kívánjuk igazítani, aki közhatalmat gyakorol, de ettől függetlenül ezt a szerepet, ami így van Németországban, sok más országban, ezt meg kívánjuk hagyni. Ugye nyilván, amíg ebben a kérdésben is nem születik meg az országgyűlés döntése, ha úgy tetszik, a törvény, fölösleges is arról beszélni, hogy hány bíra, vagy nyugdíjazás előtt álló bíró kezdeményezte ezt az egyéni elbírálást, hogy valamilyen más funkciót tölthessen be aztán a nyugdíjazása után az igazságszolgáltatásban, vagy tudnak erről adatot mondani? Tehát csak annyit mondanék, hogy mindenki azt mondja, hogy nyugdíjazás előtt áll a bírók, és mindenki nyilván így gondolja, csak a nyugdíjazás előtt áll a bíróknak 80%-a már nyugdíjas, hiszen ebben a korcsoportban, ami a 62 és 70 közötti korcsoport, a bíró, 5 bíróból 4 már kérte a nyugdíjazását, és emellett dolgozik bíróként. Tehát amikor sokszor azt vetette föl kifogásként, vagy aggályként az Európai Bizottság, hogy nem kapnak például teljes értékű nyugdíjat az ő elképzelésük, vagy első megérzésük szerint ezek a bírók, hát maga az élet száfol rá, hiszen teljes értékű nyugdíjat kapnak, hiszen 80%-uk már nyugdíjban is van. És az a tapasztalat, hogy 2-3 évig valamennyien még tovább dolgoznak, de 2-3 év után a bíróknak az öme önmagától fölhagy a bírói tevékenységével. Értem, hogyha ma az Európai Bizottság részéről ez a döntés nem is született meg, lehetett tudni, hogy mikor lesz a következő alkalom arra, amikor dönthet a testület? Hát mi bizakodók vagyunk, hogy 1-2 héten belül akár ezt a döntést meg is hozhatja. Nekik is van itt nyilván egy hónapos határidejük. Mi korábban válaszoltunk, mint arra ők számíthattak, bár nyilván ezt jeleztük előre. Tehát akár a következő hetekben megszületett ez a válasz. Itt azért volt még egy kérdés, amellyel kapcsolatban bár nem indított az Unió ellenünk kötelezettségszegési eljárás, de további egyeztetéseket kért a magyar kormánytól, ez pedig az ugyancsak sokat vitatott jegybanktörvény. Ugye a testület azt kérte, hogy amíg Simor András jelenlegi jegybankelnök hivatalban van, ez alatt az idő alatt ne változzon a Magyar Nemzeti Bank alelnökeinek, illetve a monetáris tanács tagjainak száma. Nyitotta erre a kormány? Pozitív választ ad erre majd az Unió. Ebben az ügyben mi teljesen készek vagyunk ilyesfajta vállást tenni. A Csámutánis Talács tagok tekintetében, se az alelnökök tekintetében nem lesz változás, úgyhogy ez nem lehet akadálya ennek a megállapodásnak, és nyilván az IMF tárgyalások elindulásának sem. Hogyha itt a Velencei Bizottság is szóba került, még egy kérdést engedjen meg nekem ezzel kapcsolatban. Ugye itt további sarkalatos törvényeket is vizsgál majd a testület, például az ügyészségről, az egyházjogi törvényről, a választójogról, illetve a nemzetiségekről szóló törvényt is. Elképzelhető, hogy ez azt jelenti, hogy még mindig vannak olyan kérdések, vagy lehetnek még olyan pontok, törvények, amelyekkel kapcsolatban újabb kötelezettségszegési eljárásokat indíthat ellenünk az Unió? Valamelyest ketté kell válaszuk szerintem a Velencei Bizottságnak a funkcióját, meg az Unió Bizottsága által indítható kötelezettségszegési eljárásokat, hiszen ez utóbbi a kötelezettségszegési eljárás olyan területen lehet, ami uniós hatáskörbe és nem nemzetállami hatáskörbe tartozik. Tehát ez egy szűkebb terület, mondjuk a Nemzeti Banknál vagy más tekintetben ez lehetséges. A bírókba például azért szólhat bele az Európai Unió, mert a magyar bírók Európai Uniós jogot is alkalmaznak, és ők az Európai Uniós jog alkalmazása kapcsán tartatják be a diszkriminációmentesség és egyéb elveket. Így jön a mi igazságszolgáltatásunkba egyébként az Unió. De amúgy vannak olyan kérdések, amelyek teljes nemzetállami hatáskörbe tartoznak, így például ezeknek a szabályozásoknak, ez ugye a 10 törvény, amit vizsgál a Velencei Bizottság, egy jó része az ebbe tartozik, nem is az Európai Unió szerve a Velencei Bizottság, hanem az Európa Tanácsé. Tehát viszont figyelembe veszik bizonyos kérdésekben az állásfoglalás. De sokkal nagyobb, tehát ebben minden ország tagja szinte, aki, aki itt Európán belül van. Tehát kötelezettségszegési eljárás, én nem sejtek, hogy az elindulna ebből, de hogy azért ne legyünk naívak, és láttuk az előző hónapok gyakorlatát, hogy itt még több törvénnyel kapcsolatban különböző kifogásokkal élni fognak. Ezen szerintem nem kell már, hogy meglepődjünk a korábbi hónapok gyakorlata után, de azért például a választójogi törvényünket kifejezetten a Velencei Bizottság ajánlása nyomán hoztuk létre. A körzeteket azon szabály szerint, százalék szerint, azon szabály szerint határoztuk meg, amit a Velencei Bizottság ajánl. Úgyhogy mi igyekeztünk ebben a lehető legnagyobb mértékben, nem csak a kötelező Európai Uniós szabályokat, amelyek megjelennek különböző rendeletekben, irányelvekben, de ilyen ajánlás szintű Velencei Bizottsági javaslatokat is figyelembe venni. De ettől függetlenül szerintem azért számíthatunk itt még éles szóváltásokra.
ebben mi is biztosak vagyunk. Hogyha már itt a meglepetésekről beszélgetünk, akkor önöket mennyire lepte meg az államfő, a köztársasági elnök választás kapcsán az ellenzéki pártok azon véleménye, hogy alkotmányt módosítanának, mégpedig annak érdekében, hogy 4/5-ös többséggel lehessen köztársasági elnöki jelöltet állítani, illetve róla szavazni. Hát ha ez ügyben elvi álláspontja lenne az ellenzéki pártoknak, akkor pontosan egy évvel ezelőtt terjesztették volna be ezeket a javaslatokat, amikor az alaptörvény vitája volt. Az ellenzéki pártok nem javaslatokat tettek, nem vitatkoztak, hanem kivonultak az ülésteremből. Akkor kellett volna arra gondolniuk, hogyha vannak javaslataik, akkor azokat terjesszék be, és egy évvel ezelőtt pont így nagybőti időben megvitathattuk volna a parlamentben. Mi ott voltunk, fideszesek is, KDNP-sek, jobbikosok is benn voltak, tehát lehetett volna kivel vitatkozni, ők maguk vonultak ki. Ha akkor nem értek ezzel a lehetőséggel, amikor ezt meg lehetett volna tenni az alkotmányos berendezkedés komplex kérdéskörével kapcsolatban, hiszen ezek nem csak egyszeri számok, hogy mi 4/5-ös, meg mi 2/3-os, azért ez egy rendszer, hiszen nem mindegy, hogy mi az, ami feles többség, mi az, ami 2/3-os, mi az, ami 4/5-ös, mind az alaptörvényben, mind a házszabályban, sok más rendelkezésekben, ezek hierarchiában és összefüggésben vannak. Ha ezt úgy vizsgálták volna, egy évvel ezelőtt beterjesztették volna, most már ez késő, az alaptörvény vitájában mindnyájuknak, a mostani összes képviselőknek lehetősége lett volna erre. No, hamarosan jön Józsa István, az MSZP frakció vezető helyettese, meg fogom tőle kérdezni, megígérem, hogy ezt miért nem tették meg egy évvel ezelőtt. Kósa Lajos ma bejelentette, hogy már megvan a Fidesz államfő jelöltje, viszont mivel közös jelöltet állít majd a frakciószövetség, tehát a Fidesz és a KDNP, megvárják a KDNP javaslatát is, és Kósa Lajos úgy fogalmazott, hogy mérlegelni fognak. Harag Péter volt tegnap a vendégem, a KDNP frakció vezetője, úgy fogalmazott, hogy nem lesz külön jelöltje a KDNP-nek, hanem közös jelöltben gondolkodnak. Változott ez az álláspont tegnap óta? Én az elnök urakkal nem konzultáltam nyilvánvalóan erről, és nem tudom, hogy semmilyen elnök úr találkozott-e a Fidesz vezetőségével, de nyilvánvalóan szerintem itt egy olyan értékvilágú jelöltet fogunk javasolni közösen, aki a KDNP számára is megfelel. Nekünk tényleg fontos, hogy az a jelölt, aki Magyarország köztársasági elnöke lesz a következő 5 évben, az azt a fajta keresztény világnézetet mindenképpen tiszteletben tartsa, és nagyon örülnénk annak, hogyha követni is, amely a KDNP számára fontos. De hát szerintem ilyen jelöltek sorakoznak fel a Fidesz vezetőinek a szem előtt is, úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy egy keresztény nemzet a számára is vállalható, és minden keresztény értéket magában hordozó és képviselő jelöltje lesz a frakciószövetségnek. Akkor tehát a frakciószövetség jelöltjének nevét április 16-án tudjuk meg. Hát addig biztosan meg tudjuk, igen. Tehát új jelöltet nem kívánnak önök megnevezni ezek szerint? Nem, hát közösen fogjuk megnevezni ezt a jelöltet, és április 16-át jelentettük be, hogy akkor lesz egy frakciülésünk, és azután fogjuk ezt a nyilvánossággal is közölni. Meg fogjuk várni, mi pedig folytassuk a járások kérdésével. Eldőlte már, hogy Budapesten hány járás lesz? Kinek az akarata érvényesül? A pontos járásszám az egy kormányrendeletben lesz majd rögzítve, nem egy törvényben. Most a parlament egy törvényt vitat, ami az alapvető hatásköröket tisztázza a járási kormányhivatalok és az önkormányzatok között. Az pedig, hogy hogyan alakulnak ezek ki, tehát Budapesten 7 lesz, 8 lesz, vagy a kerületek számával megegyező lesz, ez még a következő heteknek az egyeztetésé múlik. A vidéki rész, a 168, az nagyjából biztosít, egy pár százalékos elmozdulásra lehet csak számítani, hiszen itt egy nagyon széleskörű konzultációt végeztünk, több százas nagyságrendben érkeztek be a különböző javaslatok. Nyilván ezek nagy része egymásnak ellentmondó volt, mert van, aki azt akarta, hogy inkább egybe legyen, más azt, hogy külön ide akar tartozni, oda akar tartozni. Tehát nyilván egyik másik kioltotta egymást, de ettől függetlenül a vidéki része szerintem már nagyjából tisztázott, bár ebben még nyilvánvalóan azért ott a helyi érdekképviselőknek, polgármestereknek, képviselőknek még van beleszólása. A vidéki résszel kapcsolatban az eldőlte már, hogy például hol legyenek a járásközpontok? A járásközpontoknak a listáját már nem is tudom pontosan, hogy mikor, de körülbelül 2-2,5 hónappal ezelőtt fel is tettük a kormányzati honlapra, és ott mindenki tanulmányozhatta is. Nyilván volt olyan járás, ahol több mindenki is versengett a járásközpont presztízséért, de hát mindenkit megnyugtattunk, hogy ez igazából az állampolgárok számára akkora különbséget nem fog jelenteni, hogy hol van a járásközpont, hiszen ha valahol most okmányiroda működik. Hát mondjuk a távolság szempontjából azért nem biztos. Tehát ezért, a járások határai, illetve a központ közti távolság nem mindegy. Igen, ez egy megszabott távolság. Igen, megszabott távolság, egy ilyen 20-30 km sugarú kört
írtunk le, hogy a járásközponttól a járás települései ennél messzebb ne legyenek. De nyilván önök is tudnak róla, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint van olyan leendő járás, ahol ennek a kritériumnak nem felelnek meg, például Kiskunhalas és Kelebi a kérdésében, ott 42 kilométert kell majd utazni a járásközpontig. Így van, de hát ott meg olyan ritkák a települések, hogy nagyon kicsi járásokat kell majd csinálni, és az nagyon furán néz neki, hogy az egyik járás 30 ezer fős, a másik meg 70 ezer fős, tehát ezeket a különbségeket is valamelyest igyekszünk kiküszöbölni. Viszont a lényeg, ami az állampolgárok szempontjából lényeg, mert ez a mi szervezési szempontunkban. A kormányablak a lényeg. Ugye most van 27 helyszínen 99 kormányablakunk, és ezt mi 300-ra szeretnénk növelni a ciklus végére. És ezekben a kormányablakokban minden olyan ügyet lehet intézni, amelyik most intézhető az okmányirodában, és ezen túlmenően azok is, amelyek most a kormányablakban intézhetők, ezért 21 néhányról indult, és most már 60 fölötti ügyszám. Van ebben gyermekszületéssel kapcsolatos ügyintézés, van ebben vállalkozásügyintézés, igazolványkiváltás, kereskedelmi telephelyengedély, de van ebben földhivatallal kapcsolatban mondjuk tulajdonlapnak a kikérése. Az építésügyi hatóság kérdése az eldőlt, azt hiszem ez volt az egyik legvitatottabb hatáskör, hogy most tulajdonképpen az államigazgatási vagy önkormányzati szervezet lássa majd el, vagy oda tartozzon a jövőben. Igen, jelen pillanatban ez ugye ebben a kormányablakos rendszerben nem intézhető, mi arra fogunk törekedni, hogy az állampolgárok minden kormányablakban ezzel kapcsolatos alapvető ügyeiket is tudják intézni, azt, ami nagy számban hétköznapjainkban előfordul, de nekik teljesen mindegy, és nem is kell tudni egy állampolgárnak, hogy ő most igazából egy járási kormányhivatal által kezelt ügyet végez, vagy egy megyei kormányhivatal, vagy országos lakcímnyilvántartó hivatal, vagy valamilyen önkormányzati részfeladattal rendelkező hivatal. Neki az a lényeg, hogy oda be tudjon menni a kormányablakba, és ahol most okmányiroda van, ott lesz kormányablak, sokkal szélesebb ügyintézési lehetőséggel, és azon túl menően is tervezünk nyitni olyan nagy kormányablakokat, ahol mondjuk egy vasúti váróteremből átalakított központban nagyon sok ügyintézőnő lehet ügyeket intézni. Az állampolgároknak ez lesz a nagy áttörés, ez lesz az igazán fontos lépés itt a járási rendszer átalakításánál, hogy minél több helyen tudjanak minél több ügyet intézni, egyszerűen és gyorsan. Én is arra kérem, hogy egyszerűen és gyorsan mondja el nekünk, amennyiben nem a lehetetlent kérem, hogy a 2 évre meghirdetett korrupció ellenes program a gyakorlatban mit jelent? Egy olyan programot hirdettünk, amely a rendszerváltás óta nem volt, és nagyon nagy igény lett volna rá szerintem, és nagyon szükség. Az elmúlt 2 kormányzati ciklusban főleg, hiszen olyan mértékű lett a korrupció Hunvald ügye, hagyóügye, Sukoróval sorolhatnám, amelyik már az embereknek az inger küszöbét nagyon-nagyon nagy átlépte, rettenetesen ingerelte őket. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy nem elég az eddigi szemlélet, hogy a korrupcióval onnantól kezdve foglalkozik az állam, vagy a bíróság, vagy bárki egyéb, amikor már elkövették, és a bűncselekmény miatt valakiket meg kell büntetni, börtönbe kell zárni. Mi vissza akarunk lépni ebből, és egyrészt a szervezeti, személy és társadalmi szinten is a korrupció megelőzésére figyelmet fordítani. Csak akkor röviden pár példát mondok. Ez egy 60 ezer fős köztisztviselői kör. De lenne itt egy jó megoldás, nyilván önöknek is az eszébe jutott, meg kellene fizetni a köztisztviselőket, akkor lehet, hogy már is tisztulna a rendszer, nem? Úgy gondolom, hogy az elmúlt években, mint a válság van 2008 óta, azért a közszférában nem voltak olyan történések, mint sok más ismerősém, hogy mondjuk 20%-kal csökkentették a fizetésüket, mert a pénteki bérüket nem kapják meg. A stabilitás továbbra is a közszféra nyújtja. De mi azt szeretnénk, hogyha a köztisztviselők könnyebben felismernék, és készségszinten elutasítanák ezeket a korrupciós helyzeteket, a szervezetekben pedig lenne egy olyan felelős, aki azt figyelné, teljesen független a vezetőtől, a belső ellenőrtől, hogy hol vannak korrupciós kockázatok a rendszeren belül, azon intézményen lehet az minisztérium, lehet az valamilyen hivatal, és arra dolgoznának ki programot, hogyha azt hogyan lehet megszüntetni abban a rendszerben. Részletesebben is beszélgetünk erről legközelebb. Rétvári Bercek, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.